Hétfőn vereséget szenvedett, a hétvégén viszont Csákváron már javítana a Gyirmót FC Győr. A kék-sárga alakulat kielemezte a vereség okait, ezeken szeretnének javítani. Az előttem lévő edzők már megfogalmazták, hogy ezt a játékot futás nélkül nem lehet csinálni. Azt gondolom, hogy mindenből lehet tanulni, ebből azt tanultuk, hogy sokkal többet kell futni, amit említettem, illetve sokkal pontosabb játék kell, és jobban kell akarni a győzelmet, mint az ellenfél. A Csákvár a tabella 14. helyén áll, így papíron a Gyirmót számít esélyesnek a mérkőzésen, ez azonban nem jelenti azt, hogy félvárról vennék a találkozót. Be kell rúgni a helyzeteket. Szerintem több helyzetünk is lesz remélhetőleg, és be kell rúgni az elején az első két helyzetet, aztán utána nyugodtabban tudunk játszani. A Diósgyőr ellen bemutatkozott új csapatában Erdei Milán, aki nagyjából fél órát kapott, abban bízik, hamar alapemberré válhat. Jól éreztem magam, mivel hála Isten a második keretbe kerülésemkor sikerült bemutatkozni, és remélem még nagyon sok ilyen alkalom lesz, amikor pályára tudok lépni. Hogy érzed a beilleszkedés, az, hogy sikerült a csapatban, mennyire fogadtak be a srácok ez alatt a néhány hét alatt? Szerintem egész jól, még azért van néhány csiszolnivaló így a pályán, de szerintem jól halad minden. A Csákvár-Gyirmót találkozó vasárnap 16 órakor kezdődik.